Az ülés elején Nagy Bálint polgármester bemutatta a város új edzőjét, dr. Gábor Hajnalkát, majd a tájékoztatókat követően az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát módosította a testület. Döntöttek a képviselők ingatlan törzsvagyonból való kivonásról, majd a belső ellenőrzési tervről tárgyaltak. Ezt követően a gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok vezetői tisztségviselőinek megbízatását vizsgálták felül, ami után a Keszthely és környéke kistérségi többcélú társulás megállapodás módosítását hagyták jóvá. Sürgősségi napirendi pontként a parkolásról, annak szabályairól esett szó. Napirendre került az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése, illetve a 20 Kft. Hitel felvétele. Tárgyaltak a képviselők Kossuth utcai helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról, illetve ingyenes B plusz R parkoló kialakításának közbeszerzéséről. Több ingatlan, valamint az M76-os autóút vonatkozásában a testület elé került a helyi építési szabályzat módosítása. Utóbbival kapcsolatban kifogásra válaszolva elhangzott, a városnak szüksége van a tervekben szereplő két csomópontra, ezt korábban a lakosok nagy számban jelezték és kérték. A képviselő testület ezután alapító okiratok módosításáról, védjegyoltalom megújításáról, a polgármesteri hivatal SMS módosításáról tárgyalt, illetve döntött. Zárt ülésen a Prokultúra Keszthely kitüntető cím adományozásáról tárgyaltak a képviselők.